Az ügyi csapat tagjai hátrányos helyzetű gyerekek, akik itt megerősödhetnek, foglalkoznak velük, programokat szerveznek nekik. A 17 éves Huber Márta oszopos tagja a csapatnak, már a kezdetektől fogva velük van, egy mosolyért mindent megtesznek, mesélte. A legszebb pedig az, hogy így együtt dolgozhatnak a gyerekek, ugye, hogyha otthon nem is tudják megcsinálni ezeket az élményeket, akkor itt is meg tudják csinálni. A csapat fennállásának 5. évfordulóján Goda Krisztina feladata volt elmondani a vendégeknek, hogyan alakult meg az ügyi csapat. Mindenki kiválasztotta ugye a saját versét, akkor voltak ugye egyénileg írt ilyen fogalmazás, mint például én is, vagy például volt, aki írt verset is, és akkor összeraktuk, és akkor itt átnézegettük a verseket, és akkor így. Zelenka Zoltán 2 éve az ügyi csapat tagja. A kedvenc programja, amikor együtt sütnek, főznek, de kirándulni is nagyon szeret. Szakács szoktam lenni, ilyenek. Játszunk, különböző kirándulásra megyünk. Még állatkertekbe. Az ügyi csapat célja, hogy a gyerekek megtanulják feltalálni magukat az életben, megtalálják a helyüket, felerősödjenek testileg és lelkileg is. Nagy szívvel kell csinálni, tehát én nekem nem szakmám ez a szociális munka egyáltalán, de viszont úgy érzem, hogyha tiszta lélekkel és szívvel csinálja az ember, gyerekekre odafigyel, mert elsősorban az a legfontosabb, hogy az ők is problémájukra oda tudjunk figyelni, egy olyan bizalmi kapcsolatot kialakítsunk velük, ami lehetővé teszi azt, hogy ők a későbbiek folyamán a gondjaikkal is megkeressenek bennünket, ugyanakkor megosszák velünk az örömeiket is. Az előadás végén a Mikulás is ellátogatott a gyerekekhez sok-sok ajándékkal a puttonyában.